Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! A leginkább rászorulókat húsvét előtt támogatásban részesíti Bátasztékváros önkormányzata. A csomagokban élelmiszerek és vegyi áruk vannak, melyek segítik a vírus elleni védekezést. Kétfajta csomagot kapnak, akik jelentkeztek meg, akik rászorulók. Egy élelmiszercsomagot, laktózmentes tejjel, száraz tésztával, ezzel azzal lisztelt cukorral, étolajjal, és ez tisztítószeres, amiben tusfürdő, szappan, öblítő van. Tartós élelmiszerek, vegyi áruk sorakoznak a polgármesteri hivatalban. Az önkéntesek és a gondozási központ munkatársai készítik össze az egységcsomagokat. A húsvét előtt döntött úgy a városvezetés, hogy a leginkább hiányt szenvedők számára összeállítja ezeket a csomagokat. A város honlapján megtalálható az a bankszámlaszám, ahol esetleg magánszemélyek, vállalkozások pénzadományaikat tudják elhelyezni, és ebből a forrásból a város a szociálisan rászorult családokat tud segíteni. Erre a vonatkozóan döntés meg is született, hiszen 143 család számára biztosítunk élelmiszer csomagot, és ugyanezen családok számára a koronavírus elleni védekezéshez szükséges tisztító fertőtlenítőszereket is fogunk biztosítani. Tekintettel a kialakult helyzetre ezeket a csomagokat most házhoz is fogjuk minden érintett számára szállítani. Az erre vonatkozó értesítéseket már el is juttattuk számukra. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni a Bátaszéki Gondozási Központ munkatársainak, illetve az önkénteseknek a segítségét, akik elsősorban a Városi Óvoda óvónői, akik részt vesznek egyrészt a 70 éven felüliek gondozásában, segítésében, illetve ennek az adományozási akciónak a kivitelezésében is. Az adományok a hét folyamán jutnak majd el az érintettekhez. A civil szervezetek beszüntették működésüket a vírusfertőzés kapcsán kihirdetett tilalmak miatt. Eközben Bátaszék művelődési házában megkezdődtek a felújítási munkák, a Német Egyesület pedig elkészítette filmjét a nemzetiségi tanösvényről. Próbák és előadások hiány üresen kong a bátaszéki Petőfi Sándor művelődési ház. Pozitívum a helyzetben, hogy olyan felújítási munkák is megkezdődhettek, melyek zavarták volna a csoportok működését. Elkezdtük a felújítási, megújítási munkálatokat, és ez még talán segít is abban bennünket, hogy ezeket alaposabban meg tudjuk csinálni. Kifestették a Bátkom szakemberei a házat, renoválták, a bútorokat próbáljuk kárpit tisztítani, rendbehozni a színházi függönyöket, a színház, a színpad alól kipakolni, úgyhogy van teendő igazából. Jövő héten pedig bevesszük a tájházat, és az összes nemzetiségi szobát külön kipakoljuk, és rendet rakunk. Tehát ez is egyfajta feladat. Aztán természetesen és mi már készülünk ezerrel az őszre, mert bízunk abban, hogy ez a járvány is egyszer csak véget ér, és az ötödik, talán kis jubileumi bátaszéki bornapokat azért szeretnénk megtartani. És mivel egy csomó rendezvény elmaradt Bátaszéken is, ez lesz talán az első, amelyre kimerészkednek vagy kijöhetnek az emberek, és szeretnénk, ha tényleg ez nagyon tartalmas, nagyon színes, nagyon változatos, és nagyon jó lenne. A civil közösségek lényege a személyes kontaktusokban van, azon túl, hogy ki a maga tudásának és érdeklődésének megfelelően választ magának szórakozási, kulturális vagy sport lehetőséget. Az elszigetelődés nehezé teszi a közösségi létformákat. Egy színjátszókör vagy egy énekkarnak sokkal nehezebb a dolga, tekintettel arra, hogy ez kimondottan egy közös tevékenység kell, hogy legyen, és jelen pillanatban nem lehet közösen énekelni, semmit nem lehet közösen csinálni. Tehát gyakorlatilag ezek, azt kell mondjam, hogy erre az időszakra megálltak. Ez a bezártság, ez ha meg fog szűnni, és hát mindenki relatíve biztonságban érezheti majd magát, akkor feltehetően kicsit olyan eufórikus hangulat fog az embereken majd eluralkodni, és akkor spontán is létrejön ez a fajta öröm, vagy az a fajta egymásnak való örülés, ami egyébként jelen pillanatban nem lehetséges. Amit nem is kell majd abban az időszakban szerintem nagyon irányítani, vagy befolyásolni, mert önmagában az a dolog, hogy szabadon kimehetünk a város tereire, és egy-egy rendezvényen részt vehetünk, ez önmagában meg fogja hozni ezt az érzést, és én azt gondolom, hogy ezt nem kell senkit majd biztatni. Az önkéntesség,
Tehát felmerült egy csomó emberben az, hogy önkéntes tevékenységet kell folytatni. Ezt most értelmezhetjük civil tevékenységként is, talán ez lenne a legjobb, ha civil tevékenységként értelmeznénk. Ez most egy borzasztó jó dolog az, hogy segíteni kell, segíteni akarunk, mert van kinek, illetve rászorulnak emberek, akiknek segíteni kell, és én azt gondolom, hogy a civilségnek ez a jellemzője, ez az egyik jellemzője. Ez jellemző volt egyébként korábban is, mert ha visszaemlékszem arra, minden évben volt például olyan személygyűjtési akció Bátaszéken, amikor a civil szervezeteket megszólították, és önként jöttek az emberek erre a személygyűjtési akcióról. Hát ez a helyzet, ami most van, ez ennél súlyosabb. És valószínű, hogy nem is kell megszólítani senkit, hanem akik úgy gondolják, hogy képesek erre, azok jelentkeznek. A Német Egyesület csoportjai is felfüggesztették működésüket, mint ahogy a hagyományos Rétes Fesztiválról is le kellett idén mondani. Nem lesznek vendégfellépések, nem lesznek vendégszereplések, úgy a helymát sem fog tudni utazni, mint ahogy hozzánk sem jönnek vendégfellépők. Ifjúsági fúvószenekarunk sem tudja megtartani a próbáit. Ott egész érdekes ez a 21. század, ahol az internetben, az online világban próbálják a próbákat tartani, és hát távoktatás keretében valamilyen formán mégiscsak fenntartani és összekovácsolni a közösséget. Én úgy gondolom, hogy akik a közösséghez csatlakoztak, akik az Egyesülethez csatlakoztak, azok valamilyen ügyért, valamilyen célért csatlakoztak. Nekik most mindenképpen szükségük van arra, hogy kontaktban, kapcsolatban maradhassunk. Nyilván itt elsősorban mentális, lelki segítségre gondolok. Az emberek élete ilyen formán teljességgel átalakult. Nem tudunk mást, mint az interneten keresztül kapcsolatban maradni, próbálunk segítséget nyújtani, illetve a feltett kérdésekre mindig válaszolni. A vezetőség jelen pillanatban is dolgozik, a háttérben munkák zajlanak, hiszen az aktuális és futó pályázatainkat muszáj mederben tartani, intézni. Nagyon sok pályázat van, amit későbbi időpontra lehet halasztani. Nemzetiségi pályázatoknál államtitkárság ebbe segítséget nyújt. Miközben nem lehet személyes kontaktusokat folytatni és kirándulgatni, várost látogatni sem ildomos, a Német Nemzetiségi Egyesület elkészítette ezt a filmet, mely tanösvényüket mutatja be az érdeklődők számára. Reményeik szerint, ha a vírus veszély elmúlik, ennek hatására sokan látogatnak majd el ide. Bátaszék minden sportegyesülete számára nehéz helyzetet teremtett a koronavírus járvány. A karatésok és úszók országos és nemzetközi verseny előtt álltak, a labdarúgók a megye bajnoki dobogó megszerzéséért harcoltak, az edzők abban bíznak, a versenyzők megfelelő erőllétben maradnak a verseny idény újraindulására. A vírus járvány következtében minden sportágban szüneteltették a bajnoki küzdelmeket minden korosztályban. Mindez azt jelenti, hogy a téli felkészülés és a tervek a tavaszi-nyári idényben súlyba vesztek. A sportvezetők abban reménykednek, hogy a versenyzők előléti állapotában nem következik be jelentősebb visszaesés. A kormányzat március 16-án bejelentett, hogy március 16-ától érvénybe lépő döntése mélyen érintette nyilván a bátaszéki sportolókat és ezen belül a sportegyesületet. Hát elnökként nyilván reagáltunk a dolgokra, és megkértem az egyesület edzőit, hogy elsősorban ugye a rendezvényeket, utána a második körbe pedig már az edzéseket is függesszék fel, és a sportolókat online módon segítség, tehát ugyanúgy, hogy a magyar oktatásban, illetve a nemzetközi oktatásban is megjelent egyfajta digitális és online segítségnyújtás a diákok és sportolók részére, ugye ezt mi is magunkra nézve kötelező érvényűnek tekintettük, úgyhogy a mai napig is online anyagokkal segítjük a sportolók felkészülését. Bátaszéken a labdarúgás, a karate, a kosárlabda és az úszás érintett. A kosárlabdázók több korosztályban is versenyeznek, illetve versenyeztek.
kosárlabda szakosztályban minden egyes korosztályunknak a bajnokság befejeződött. Nálunk májusig tart a bajnoki évad, úgyhogy igazából felkészülnünk már nincsen mire. Én nagyon reménykedem, hogy majd nyári edzőtáborban gondolkodhatunk, esetleg alapozásban nyári streetballokat tudunk szervezni. Úgyhogy egyelőre azt az állapotot próbáljuk megtartani, amit eddig elértünk edzéseken. Nyilván a gyerekeknél azt a fajta állóképességet, ügyességet, technikai részeket próbálunk most jelenleg gyakoroltatni. Online edzésterveket küldünk, és hát próbáljuk azt is, hogy azért valami motivációjuk legyen a mozgásra. Én azt gondolom, hogy ezek a gyerekek, tehát hogy sportolók, amúgy is több igényük van a mozgásra, és hát a körülményekhez képest, vagy azokhoz a dolgokhoz, ahol laknak, a lakóhelytől is fontos, hogyha valakinek nyilván van udvara, van kint kosárlabda palánki, azt tudja használni, aki bent, az bent. Azt kérjük, hogy labdás és labda nélküli edzést is próbáljanak maguknak önállóan tartani, tehát nyilván az erősítés, a futás, a labda ügyességi gyakorlatokat, hogy végezzék. Hát bízunk benne, hogy meg is csinálják ezeket a feladatokat. A felnőtt csapatnak is nagyon hiányzik a kosárlabda, ugye nekik is a hétköznapjaikban benne volt a munka mellett, a család mellett, ők is szerintem önállóan edzenek, aki tud, dob, nyújt, fut. Tehát én azt gondolom, hogy nekik is ugyanúgy hiányzik, és persze nekünk edzőknek is, tehát az edzőtársaim nevébe is beszélhetek, hogy nekünk is hiányzik az edzés, hiányoznak a gyerekek, hiányzik a hétköznapunkból az, amit eddig megszoktunk, ami már rutinszerűvé vált. Remélem, hogy azért a sport minket megtanít nagyon sok mindenre, arra, hogy kitartsunk, hogy önállóan tudjunk dolgozni, alkalmazkodjunk a körülményekhez képest, és mindenkiben benne van a sport szeretete, a kosárlabda szeretete, tehát ők úgyis készülnek szerintem a jövő évi bajnokságra. Tehát nekik ugyanúgy hiányzik az, ami nekünk is. Az úszók nagyon készültek az országos megmérettetésre, miután ezt egy sikeres felkészülés előzte meg a komoly versenyeken. Március 11-én és 15-én rendezték volna az országos diákolimpiát, tehát azt kell mondanom, hogy a finishbe voltunk az úszókkal. Decembertől kezdtünk el egy olyan komoly felkészülést, ami gyakorlatilag március közepén csúcsosodott volna ki, és az utolsó hetekben már Pécsre jártunk úszni az 50-es medencébe, tehát minden arról szólt, hogy a lehető legjobban teljesítsünk ezen a budapesti országos diákolimpián, és azt kell mondanom, hogy nagyon jó esélyekkel is indultunk volna, hiszen a 6 kategóriából 4-be az előzetes futambeosztások alapján azt láttuk, hogy nagyon komoly esélyünk lett volna még az érmek megszerzésére is. Úgyhogy ez hát nagyon kellemetlenül érintett bennünket. Nyilván beszéltem a sportolókkal, tehát még volt edzésünk, amikor ugye már a döntés megszületett a Magyar Diák Sportszövetség részéről, hogy ezek a versenyek elmaradnak, és hát beszéltem a sportolókkal, próbáltam belőlük lelket önteni, és azt, hogy ne adják föl, és most is online edzésanyagokkal segítjük azt, hogy legalább az alapformájuk megmaradjon, ami, hogyha kell, a továbbiakban lehessen erre építeni. A labdarúgó csapat a dobogó megszerzését tűzte ki célul, és bár az első két forduló eredménye nem igazolta vissza a várakozást, hittek céljaikban. 2020. január 9-én kezdtük a felkészülést, heti 4 edzéssel, plusz a hétvégi felkészülési mérkőzések, és a márciusi bajnoki szezon, amikor indult, ugye Tevellel kezdtünk, illetve a Bonyád Majosi második mérkőzés után jött ez a bejelentés az MLS részéről, hogy a bajnokságnak időlegesen vége. Valószínű, hogy véglegesen vége, én úgy gondolom a tavaszi szezon. Nagyon nehéz a játékosoknak ezt megélni, hiszen 2,5 napon keresztül készültek, heti 5 alkalommal edzettek. Ebből 4 kötelező volt, illetve a hétvégi felkészülési mérkőzés. Komolyan gondoltuk, hogy a dobogóra szerettünk volna kerülni. Ugye a Teveli X, illetve a Majosi hazai 2-1-es vereség az nem ezt tükrözi, de mi komolyan gondoljuk azt, hogy a dobogón végeztünk volna a bajnokság végén. Reményeink szerint
Az előzetes információk szerint valószínűleg az első 4 helyzet fog játszani egy körműködés szerű a bajnokságot eldöntő fordulót, de hát ez nem biztos. Mi úgy gondoljuk, hogy legalábbis én úgy gondolom, hogy ennek nincs realitása. Jó esetben, hogyha júliusban el tudunk kezdeni a 2020-21-es szezonra az őszi felkészülésre el tudjuk kezdeni a munkát, az nagyon jó lesz. Addig a játékosok ugye egyénileg edzenek, most azért gondoljuk el, ezek amatőr játékosok, a fiúk reggel 8-tól 5-ig dolgoznak, talán 2 vagy 3 tanulónk van, akinek ugye szabadabb a napközi időszaka, de ők hazamennek, és hát reményünk szerint este 5 óra, 6 óra után azért lemennek kiki a pályára, kiki az Orbánhegyre, vagy amit éppen magának beosztott, de hát az edzőnk Szőcs Lázár készített egy napokra lebontott edzésprogramot, de hát messze nem az a munka, amit egyébként elvégeznénk a hétközi edzések során. Nagyon sajnálom, hogy így alakult a helyzet. A karatézók nemzetközi megmérettetések és a korábbi versenyek tapasztalatai alapján a sikerben bíztak. Abban a helyzetben voltak, hogy a magyar élvonalban ismét kiemelkedő figyelem fordulhatott volna Bátaszékre. Karate szakosztálynál az a nagy érvágás, mind a mellett, hogy a felkészülés egyébként, tehát az online felkészülés egy kicsit könnyebb, mint az úszóknál, de a karatésok esetében az a nagy érvágás, hogy az utóbbi 1-1.5, vagy azt mondhatom, hogy 2 évben történt egy nagyon jó generációváltás. Ezt a generációt felfuttattuk egy 20-25 főre, akikkel most már tavaly is nagyon kivételesen jó eredményeket értünk el, és most nem azt mondom, hogy ez az idén csúcsosodott volna ki, de ezt folytatni tudtuk volna, tehát nagyon jók voltak az előjelek februárban, a Budapest és Vidékbajnokságon kupa győztesek lettünk, utána Pozsonyba érmet tudtunk hozni, egy rendkívül erős közép-kelet-európai mezőnybe. Most jött volna, a Tatami kupára nem beszél, vagy a top 10-be kerültünk, egy 50-60 egyesületes nemzetközi mezőnybe, a top 10-be került a Bátaszékese, és most jött volna a Széki kupa, amikor egy kicsit újból visszatudtunk volna, ugye tavaly már az utánpótlás kupát mi hoztuk el, most az volt a szándékunk, hogy az utánpótlás kategóriákba is bekerülünk a legjobb 3-ba a saját versenyünkön, mind a mellett, hogy az utánpótlás kategóriát is szerettük volna megnyerni. Tehát, hogy minden jel arra mutatott, hogy most, meg minden felkészülés, hogy most tényleg valami fel tudjuk idézni azokat a 3-4 évvel ezelőtti időket, amikor az ország legjobbjai voltunk, és minden jel erre mutatott, hogy ez sikerülni is fog. Most ugyanúgy vagyunk online edzésanyagokkal, segítjük folyamatos kommunikáció a srácokkal. Minden sportvezető azon dolgozik, hogy lelket öntsön és biztatást adjon versenyzőinek. Annak érdekében, hogyha újra rajtvonalhoz lehet állni, kellő erőben és harci szellemben tehessék meg. A Tolnatáj Televízió akciót hirdetett, melyben amatőr zenekarok bemutatkozó anyagait várta. Számos formáció küldte és küldi folyamatosan klipjeit, így a bátaszéki Idióták zenekar is, akik a Holnap című dalukkal is neveztek. Ezt láthatják a következőkben. Azt hiszed, hogy téged sújt az ég,
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!